Három ponttal kapott ki hazai pályán a Mornár Bártól a Szolnoki Olaj, ez volt a csapat első veresége idehaza ebben a szezonban. A december 20-ai kinti mérkőzésen jól lehet sokáig, ráadásul nagy különbséggel vezetett a csapat, mégis 5 pontos vereséget szenvedett, szóval az idegenbeli meccs alapján is bőven benne volt a pakliban, hogy sikerülhet akár 6 pontnál is nagyobb arányban nyerni. Ehhez képest csak az első negyedben volt meg a kívánt különbség, a fél időben már a vendégek vezettek, és a folytatásban sem sikerült olyan lökést adni a meccs lefolyásának, ami számunkra lett volna kedvező. Először fordult elő velünk, hogy gyakorlatilag energia nélkül játszottunk hazai pályán az első fél időben, ez a játék pedig megbosszulta magát, nagyon sok hibát vétettünk támadásban, de még többet védekezésben. Ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak, főleg az ABA Liga egyik legjobb csapata ellen nem. To expect something against a team like Mornar, one of the best team in ABA League. Pedig a matematika alapján akár nyerhettünk is volna, még úgy is, hogy nagy valószínűséggel a román Ciprián Stoica játékvezetőről nem ebben az évezredben fognak közterületet elnevezni Szolnokon. Perit elég hamar megszórták személyhibákkal, az irányító túl sokat volt kénytelen ülni fault problémái miatt. 60%-nál is pontosabban dobtuk a duplákat, ami igen jó mutató. A vendégek 48%-os hatékonysága is csak kicsit rossz. Luksa Andrić lett az olaj leghasznosabb játékos a 22 ponttal, 3 lepattanóval. A 3 pontos dobásaink viszont csak 30%-kal értek célba, ez gyenge közepes. A vendégek majdnem 48%-kal céloztak messziről, ez majdnem nagyon jó. Derek Needham 12-szer emelte rá a félkörön kívülről, 6-szor be is talált. Ráadásul lélektanilag mindig nagyon fontos pillanatokban. Az amerikainak volt még 5 lepattanója és 3 gólpassza is. Szereztünk 14 támadó lepattanót, a vendégek csak 10-et. 21 asszisztunk volt a 40 perc során, a vendégeknek csak 11. Mint ahogy a 8 eladott labdánk is tűrhető, hiszen a montenegróiaknak 14 eltékozott lehetőségük volt. A kutya alig hanem a büntetődobások környékén van elásva, hiszen a mi 20 kísérletünkből csak 10 ment be. A vendégek 26 próbálkozásából viszont 23. Nemanja Vranyes a 2 meccsen összesen 32 büntetőt dobott, és összesen 4-et hagyott ki. Hát nehéz, hogy ilyen mérkőzés után bármi okosat mondani. Tényleg arra készültünk hazai pályán, hogy megpróbálunk 6 ponttal győzni. Tehát tényleg úgy jöttünk erre ki a mérkőzésre, hogy mindegy alapon megpróbálunk 6 ponttal győzni. Sajnos nem sikerült. Az első fél időben nagyon-nagyon gyengén játszottunk. Ugye azt az edzőnk is elmondta itt meccs végén, hogy a vérekezésünk az nagyon langyos volt. Mi soha nem így játszunk hazai pályán, tényleg mindig nagyon fizikális kosárlabdát játszunk hazai pályán. Ma ezt a csapatban abszolút nem éreztem egész mérkőzésen. Nyilván itt a végén megpróbáltunk hátrányba tényleg úgy vérekezni, hogy egész mérkőzésen kellett volna. Sajnos csak egy labdás mérkőzésre volt elég, hogy kikapjunk. Tényleg nagyon-nagyon sajnálom, mert nem tudom, hogy a továbbjutás így most elszállt-e vagy nem, igazából ezzel nem is akarok még foglalkozni. De ettől függetlenül gratulálok a Mornának, mert tényleg ismét bejutottak, hogy az elmúlt pár mérkőzésen egy másik hónapban nagyon-nagyon jó kosárlabdát játszanak. Az ABA Ligában is tényleg ott vannak a negyedik helyen. Úgyhogy ezt ma is sajnos elénk bizonyították, hogy ennyi hibát nem lehet elénk véteni. A szerdai vereség ellenére sem kell még a kriptai hangulatnak eluralkodnia. Az eddig nyeretlen Csmoki Minszk ugyanis igen komolyan megkavarta a szalámit azzal, hogy 96-75-re legyőzte idegenben az addig veretlen Bakkenberst, vagyis az olaj számára még van esélye tovább lépésre. Ehhez azonban Minszkben mindenképpen nyernie kell.